Itt elők Nádasdi Ádám nyervész professzorral, aki Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című művéről való vett most részt. Ő ön nagyon hosszú és nagyon nagy pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Hogyan lehet a klasszikus művekkel az égenerációt, a mai fiatalokat megszólítani? Hát azt gondolom, hogy nagyon szeretik a humort, és nagyon szeretik az iróniát, a szatirikus részeket, és ezekben a művekben is van... A romantika nem ezt szerette, hanem inkább a tündéri és szállongó részeket. Ma meg talán inkább a más, és nem kell röstelni, megmutatni például a csongor is tündébe, és ott Balga és Ilma, egy házas pár, akik hát bizony eléggé durva csipkelődő viszonyban vannak, szeretik egymást, de hát úgy oda mondogatnak. Ezeket érdemes megmutatni, mert ezen keresztül aztán már lehet a megható és érzelmesebb részekig eljutni, de nem fordítva. És a különböző magyar klasszikus műveknek a kvázi magyar újrafordítása, az tud ebben segíteni? Igen, tud ebben segíteni, ha elég nehezek, tehát mint mondjuk a Bánk Bán például, az, az, egy nagyon nehéz mű, azt inkább akkor már mai prózában én csináltam, ilyet érdemes. A Csongor és tűn, de nem olyan nehéz, ott csak vannak nagyon nehéz részek, és azokat külön adjuk ebben a kis könyvben mai fordításban. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm én is.